Következő vendégünk Kalas Vivian, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatója. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Itt a mai reggel során már beszélgettünk arról, hogy végül is milyen megállapodás született ugye az Európai Tanács, az Európai Bizottság, illetve az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselőinek személyéről. A Néppárt, a szocialisták és a liberálisok lettek a befutók már a jelöltek politikai hovatartozását illetően. Az Európai Parlamenti szavazás erről a pozíciókról egy ilyen megállapodás után már csak formalitás, vagy ott azért jöhet még meglepetés? Először is az Európai Parlament egész pontosan csak az Európai Bizottság elnökéről fog szavazni, ugye őt jelölték, igen, csak az állam és kormányfők, a másik két személyt tulajdonképpen megválasztották. Azt kell még tudni, hogy a külügyi és biztonságpolitikai főképviselő egyben az Európai Bizottság egyik alelnöke is, tehát formálisan, mint a bizottság egésznek testületéről, róla is szavaz a parlament, de nem az ő személyéről konkrétan. Nem tekinthető, én úgy gondolom, hogy magában csupán formálisnak az Európai Parlament szavazását. Én már 2019-ben is láttuk azt éppen Ursula von der Leyennél, hogy nagyon kevés különbségen múlott az, hogy meglett az abszolút többség a testületben, és megválasztották őt. És egyébként most is arra lehet számítani, hogy nagyon sok tárgyalásra lesz szüksége, nagyon sok kompromisszumkötésre, én úgy gondolom. Hivatalosan a centrista, úgynevezett mainstream frakciókra, tehát a szocialistákra, liberálisokra, illetve a néppártra számíthat, illetve számít, én úgy gondolom elsősorban, viszont azért, ha megnézzük, még hogyha számszerűen ennek a három frakciónak most még megvan az abszolút többsége az Európai Parlamentben, nem egységesek ezek a képviselőcsoportok a tekintetben, hogy von der Leyent lehet támogatni vagy sem, és erre utal az is egyébként, hogy von der Leyen már az előző hetekben azt nyilatkozta tulajdonképpen már a választások előtt, hogy ő kész együtt működni az Európai Konzervatívok és Reformerek frakcióval. Itt van Giorgia Meloni pártja, ez is megosztja ezeket az előbb említett képviselőcsoportokat. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a munka egy nagy része még hátra van von der Leyennek. Ugyanakkor még azt is hozzátenném, hogy ugyan hivatalosan csak az állam és kormányfők tárgyaltak most az elmúlt hetekben egymással, de mindenkinek az az érdeke, hogy az Európai Parlament megszavazza azt a jelöltet, akit az Európai Tanács megnevez. Úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy informálisan volt egyeztetés a frakciókkal is, és valamilyen módon, azt most még nem tudom nyilván megmondani, hogy milyen összetételben és milyen többséggel, de von der Leyen meg fogják szavazni július közepén. Az, hogy végül is az ICR nem kapott befolyásos pozíciót, illetve hogy egy valamiféle gazdasági pozícióval próbálják kárpótolni, ez mennyiben lehet elegendő számukra, illetve Ursula von der Leyen politikáján kell-e változtatnia, mert azért ugye, amire Orbán Viktor és Giorgia Meloni is hivatkozik, azért történt jobbratolódás az uniós lakosság véleményében. Nagyon nehéz kérdés. Én úgy gondolom, hogy von der Leyennek mindenképp változtatni kell a politikáján, különösen akkor, hogyha a konzervatívok részéről is kap majd támogatókat, és mondjuk velük együtt lesz meg majd az a szükséges abszolút többség. Az pedig, hogy mennyire elegendő az, hogy mondjuk gazdasági pozíciót kap a konzervatív frakció, és azt is olvashattuk, hogy Meloni az olasz biztosnak egy bizottsági alelnöki pozíciót is szeretne. Összességében úgy gondolom, hogy nem elegendő, hiszen ha megnézzük számban is, ott vannak a harmadik helyen az Európai Parlamentben most már, viszont Meloni csak tartózkodott Ursula von der Leyenről való szavazáson, és ugye olvashattuk, hogy ezek az ő kérései az érdekében, hogy valamiképpen szemet húljon a felett, hogy az ő frakciója nem kap tisztviselői pozíciót. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ezzel meg fog elégedni. Az már egy másik kérdés, hogy ezzel a hármas felosztással választói akaratot mennyire vették figyelembe. Beszéljünk arról, hogy végül is nyeréssel áll, vagy nem fog összejönni ez az új pártcsalád, új frakció, amit Orbán Viktor, illetve a regionális partnerek gründolnak. Ugye itt beszéltünk már az adás elején, hogy a jog és igazságosság végül sajtóinformációk szerint nem akar ebbe beszállni. Milyenek az esélye ennek az új formációnak? Hivatalosan az, hogy egy új képviselőcsoport alakulhasson az Európai Parlamentben, 7 országból 23 képviselőnek kell összeállnia. Ha most megnézzük, akkor azt olvashatjuk, hogy a csehek, szlovákok, mi magyarok, és esetleg még egy szlovén párt, amelyik biztosnak mondható, ez ugye 4. Igen, valóban a legújabb hírek arról szólnak, hogy a jog és igazságosság pártja nem lép ki a konzervatívok frakciójából, de még egyébként vele együtt is csak 5-en lennének, tehát mindenképp kell még új országokból találnia magának a magyar kormánypártoknak szövetségeset. Emlékezzünk vissza, korábban is próbálkozott ezzel a magyar miniszterelnök, hogy új politikai formációt hozzon létre. Akkor sem jött össze az, nem sikerült 7 országból elegendő pártot
összegyűjteni, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy nehéz dolga lesz, már csak azért is, mert közben azt is lehet olvasni, igaz, most némiképpen talán felfüggesztődött, de hogy az AfD is szeretne egy új képviselőcsoportot alakítani az Európai Parlamentben, és de ezek a pártok, mind az AfD részéről, mint hogy a Fidesz-KDNP leendő pártársai, mind az Identitás és Demokrácia, de egyébként még a Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoportjának tagjait is ide sorolnám, nagyon sok kérdésben egy véleményen vannak. És ezeket a pártokat négy felé bontani, az egyértelműen megosztja az ő hát erejüket, befolyásukat az Európai Parlamentben, úgyhogy nehéz dolga lesz a magyar kormánypártok. Beszéljünk még az előttünk álló magyar soros elnökségről is, mert hogy az mostani az utolsó uniós csúcs, mielőtt átvesztük az elnökséget. Miben lesz mérhető egy ilyen magyar elnökség sikere? Hogyha azt tekintenénk, hogy normál időben lennénk soros elnökök, a normál időt azt jelenti, hogy nem egy intézményi ciklusváltás közepén, akkor is nehéz megmondani azt, hogy miben mérhető pontosan is egy bármilyen elnökség sikere, hiszen azt mondhatnánk, hogy kézzelfogható döntésre jut az Európai Unió az adott elnökség alatt. Ha megnézzük például a magyar elnökség pontjait, versenyképesség növelése, védelempolitikai fejlesztés együttműködése, a demográfiai kihívások kezelése, például ezek olyan hosszú távú, nagyévű kezdeményezések, amikben biztos, hogy nem lehet fél év alatt érdemi megoldásra jutni, pontot tenni a végére. Valamilyen kezdeményezést el lehet írni, mondjuk az Európai Bizottság beterjeszt valamilyen jogszabályjavaslatot, ez már egy nagy siker, vagy olyan kezdeményezéseket indítanak el, amiket aztán mondjuk majd a lengyel elnökség tovább vihet, és akár az ő idejében tesznek pontot a tárgyalások végére, ez is mindenképp sikernek számíthat. Amint megnehezíti a dolgunkat, az az intézményi ciklusváltás, hiszen a figyelem és energia arra irányul, de egyébként az, hogyha menetrendszerűen sikerül majd november 1-én az új bizottságnak hivatalba lépnie. Az Európai Tanács elnökét most választották ugyan hivatalosan, de decembertől lép hivatalba. Ez mind menetrendszerűen végbe tud menni, mert az is sikernek mondható. A kollégám most jelezte, és ez egy friss hír a Szabad Európa oldaláról, hogy elmarad az elnökség hivatalos megnyitója júliusban, és hogy ez őszre csúszik. Az intézményi átalakulások indokolhatják ezt a változtatást, vagy mi? Ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy itt a megnyitóhoz Ursula von der Leyent, illetve a bizottság több tagját várták volna, itt az időpont egyeztetés nem sikerült, azt lehet olvasni, illetve hallani. És meg azt is hozzátenem, hogy nem csak von der Leyen, illetve a bizottság részéről nem jönnek ide Magyarországra, de az Európai Parlament sem fogadja július közepén a magyar miniszterelnököt, hogy bemutassa ott a programját. Nem gondolom, hogy teljes mértékben itt az intézmény ciklusváltása magyarázható ez, hanem ennek inkább, hogy is mondjam, megmutatja azokat a politikai jelentéteket, amik most megvannak a magyar és az intézmények között. Ha egy kicsit sarkosabban akarunk fogalmazni, akkor például ilyen jelzésekkel akarják Magyarország elszigeteltségét jelezni Orbán Viktor, illetve a kormány számára? Igen, én úgy gondolom, hogy ez annak a jele. Ugye korábban is azt mondtam, hogy az elnökség Magyarország részéről úgy gondolom, hogy rendesen végig tudja vinni, ami kérdés az, hogy a többiek mennyire lesznek ebben partnerek, akár a bizottság, a parlament, illetve a tanács, vagy a tagországok. Utóbbiak részéről nagyon pozitív híreket olvashattunk, illetve hallhattunk az elmúlt héten. Ugye Németországban, Olaszországban, illetve Franciaországban járt a magyar miniszterelnök, hogy a programjához, illetve a soros elnökség programjához támogatókat szerezzen. A tagországok vezetői támogatásukat fejezték ki. Most a többi intézmény részéről láthatunk egy kis ellenállást. Kallás Vivien, köszönjük szépen! Köszönöm szépen!